nem is tett ott Jézus sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Máté 13.58 A hitetlenség ellenség Évekkel ezelőtt, amikor Oklahomában tartottunk összejövetelt, egy férfitól, aki az imasorban állt, megkérdeztem, Miért jöttél? Azt felelte. Gerinc tuberkulózissal diagnosztizáltak. A gerincem olyan merev, mint egy piszkavas, nem tudok mozogni. Ez a férfi nem tudta mozgatni a hátát. A nyakát tudta mozgatni egy keveset. Az egyik kezemet a melkasára, a másikat a hátára tettem. Éreztem, hogy a tűz ugrál a tenyereim között, ezért tudtam, hogy a testét egy démon nyomja el. Azt mondtam: Parancsolok neked, te gonosz szellem, ami elnyomod ezt a testet, hogy gyere ki belőle! Mármint, a testéből. A férfinak volt üdvössége, szent szellemmel is betöltekezett, és tagja volt egy teljes evangéliumi gyülekezetnek. A démon nem a szellemében volt, hanem a testében. A háta olyan merev volt, mint egy deszka miután kimondtam, hogy Jézus nevében gyere ki belőle, hibáztam. Ne felejtsük el, hogy Péter is hibázott, miután kilépett a csónakból a vízre, és a hitetlenség megfosztotta őt Isten legjobbjától. Sűjjedni kezdett a vízben a kilenc tanítvány is hibát követett el, a hitetlenség őket is megfosztotta Isten legjobbjától. Nem tudták kiűzni a démont a fiúból. Én is hibáztam, amikor azt mondtam a férfinak. Lássuk, le tudsz-e hajolni, és meg tudod-e érinteni a lábfejeidet? Nos, nem tudta. Sőt, alig tudta mozgatni a fejét. Újra rátettem a kezem a melkasára, és éreztem, ahogy a tűz ugrál a tenyereim között. Azt mondtam, gyere ki belőle, te gonosz szellem, ami elnyomod ennek a férfinak a testét. Jézus nevében megparancsolom neked, hogy gyere ki belőle. Ezután ismét elhibáztam. Megismételtem. Lássuk, le tudsz-e hajolni, és meg tudod-e érinteni a lábfejeidet? De nem tudott továbbra sem mozogni. A háta olyan merev volt, mint a piszkavas. Harmadszor is végigcsináltam az előzőeket, de ő még inkább nem tudta megérinteni a lábfejét. Nos, arra jutottam, hogy elegendő, ha háromszor szolgálok egy valakinek. Nagyobb figyelmet szenteltem neki, mint bárki másnak. Visszament a helyére, anélkül, hogy segítséget kapott volna. Nem értettem meg. Megengedtem a hitetlenségnek, hogy besomfordáljon. Megvallás. Nem engedem meg, hogy a kételkedés és a hitetlenség legyőzzön engem. A kételkedés és a hitetlenség az ördöktől származik. A hit és a szeretet pedig az Istentől jön. Szeretetben és hitben járok.